Köszöntöm nézőinket, a stúdióban Csurkán Idő Csakovszki Mária, Kisdunamenti Asihara Karate Egyesület vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Én is köszöntöm a nézőket! Most már ismételten elérkeztünk ugye a 2015-ös év végéhez is. Szeretném, hogyha összefoglalnád, hogy hogyan sikerült az egyesületetek számára ez az év. Milyen versenyeken vettetek részt, milyen bemutatókon, és azért új helyre is kerültetek. Hogyan alakult? Hát úgy gondolom, hogy ezt az évet is egész jól és sikerekkel zártuk, mint az előzőeket. Igen, egy új edzőtermünk van, bár ezt már az előző évben megnyitottuk. Dunaharasztin az Arany János utcába vettünk ugye egy házat, amit átalakítottunk az egyesület céljaira, és ott tartjuk az edzéseinket. Ennek nagy előnye, hogy minden nap tudunk különböző edzéseket tartani. Szét tudtuk szedni a különböző korcsoportokat, külön vannak óvodások, a gyerekek, külön vannak a felnőttek, versenyzők. Az idősebb korosztály, és külön tudunk tartani erőnléti edzéseket, és külön a technikai edzéseket. Ez nagyon előnyös, ugye így sokkal jobban is fejlődnek, ez látható volt az eredményeiken is. Így most akkor megszaporodtak a szám, az edzések számai is? Igen. Igen. Nyilván ugye minden nap tartunk edzéseket, míg amíg csak béreltünk termet, vagy tornatermet. Nyilván nem tudtunk minden nap bérelni, mert anyagiakból ezt nem tudtuk volna megfinanszírozni, de így ugye minden nap tudunk edzéseket tartani. Nem tud minden versenyzőnk, vagy minden tagunk nyilván minden nap eljárni, de tudnak azért válogatni. Akkor így az egyesület tagjainak a létszáma is növekedett? Azt nem mondanám, hogy az egyesület tagjainak létszáma növekedne. Ez általában úgy fixen marad, mert mindig vannak, akik jönnek újak, és mindig vannak, akik elmennek. De azért azt lehet mondani, ugye, hogy az a csapat, aki egy ilyen erős mag, az mindig, az már évek óta, nagyon hosszú évek óta megvan. Milyen versenyeken vettetek részt ebben az évben? Ebben az évben volt egy saját szervezésű versenyünk, áprilisban Szigetszent Miklós és Sportcsarnokban rendeztük meg az Asihara Karate Eurázsia bajnokságot. Ezt már ugye több éve megrendezzük. Egy elég nagy verseny, nagyon sok országból érkeztek versenyzők, Magyarországról is többféle stílusból jöttek, itt mondjuk inkább a kiokusin karatésok vesznek rajta részt nagyobb létszámmal, illetve nyilván az asihara karatésok. Ez egy jó sikerült verseny, nagyon sok helyezést értünk el csapatban, és elsők lettünk. Úgyhogy ezzel igazán elégedettek voltunk, illetve a szervezéssel is, és más országok is, akik eljöttek hozzánk, ők is elégedettek voltak mind a szervezésünkkel, a lebonyolítással, a díjazással, illetve még a bíráskodással is, azt mondták, mert hogy... Mert ritka. Igen. Azt mondták, hogy a magyar bír. Jól bíráskodtak. Nem volt az, ami nagyon sokszor külföldön, hogy mindenki csak magának ítélkezik, ugye, és más országokból érkezőket általában kicsit lepontozzák. Emellett volt még egy versenyünk Győrben, egy országos bajnokságon voltunk a Győri Klub szervezésében, az márciusban került megrendezésre. Oda egy kisebb létszámmal mentünk, de ott is szép eredményeket értünk el, ugye ott is indulunk minden évben. Hogyan alakult a nyár számotokra? Volt tábor? Nyáron igen, táborba vettünk részt. Bogácson volt egy saját edzőtáborunk, ott is elég nagy létszámmal voltunk, de szülők is eljöttek. Igazából nem csak edzőtáborként tartottuk, hanem inkább egy ilyen rekreációs és sporttáborként. Az azt jelenti, hogy most nem volt heti vagy napi 3-4 edzés, mint máskor, inkább kevesebb volt az edzésszám, viszont mi két edzést tartottunk, és voltak mellette rengeteg olyan foglalkozások, amiket a gyerekek, illetve a felnőttek is élveztek. Itt a csapatjátékok, a vízijátékok, a sorversenyek, és rengeteg ilyen strandon különböző játékok. Ez nagyon tetszett nekik. És mondták, hogy jövőre is így szeretnék az edzőtábort, úgyhogy jövőre is így tervezzük megtartani. Jó, és akkor elérkezett az ősz? Igen, ősszel a szeptemberben elkezdtünk készülni egy nagy versenyre. Rigába kaptunk meghívást, a Joshua-i Eurázsia bajnokságra. Mi voltunk már ezen a versenyen 2012-ben, illetőleg azt megelőzően és egy-két alkalommal, más versenyzői gárdával. És idén is elfogadtuk a meghívásukat, hiszen nem volt Asihara Karate világbajnokság, és egy nagy nemzetközi verseny, így most még jól jött évvégén, így hozzájuk mentünk el. Joshua-i karatéről azt kell tudni, hogy nagyon hasonlít az Asihara karatéra, abból vált ki még régen Japánba, így a szabályrendszere is és a teljes küzdő rendszere is ugyanaz, mint a mi stílusunknak, ezért ugye ez a jó lehetőség volt elmenni hozzájuk és versenyezni velük. December 4-én volt ez a verseny Rigába, Lettország fővárosába. Ide
A mi egyesületünkből 8 főt indítottunk. Ez egy utánpótlás verseny volt, 10 és 18 év közötti gyerekek vehettek rajta részt. Nekünk is 2 12 évesünk volt, egy 13, és a 5 15 éves gyermeket vittünk el. Ilyen önköltségen működik? Igen, igen, igen. Ez ugye, tehát szülők, aki tudja, támogatja. Igen, meg finanszírozzák általában a gyerekeknek. Nyilván ezt már tudjuk előre, hogy menni fogunk nyáron, lefoglaljuk a repülőjegyet rá, akkor már nyilván olcsóbb, illetve a szülők ugye kifizetik a nevezési díjat, illetve a kintartózkodás költségét. Uh-huh. Hogy alakultak kint ezek a meccsek? Én úgy érzem, hogy jól. 8 versenyzőből 6-an érmet szereztek. A másik 2 versenyzőnk is jól szerepelt, de hát ugye nekik most éppen nem úgy jött össze, nem lehet különböző mindig. Okok. Persze, ez természetes, de ők ezt tudják is. Akik részt vettek a versenyen, Király Zsófia, ő második helyezést ért el, ő különböző fejrúgásokkal szokott ugye operálni a versenyen, most is ezzel tudott nyerni, és így szép ezüstérmet szerzett. Schwarzenberger Claudia volt még, és ő is egy régi versenyzőnk. Ő is második helyezést ért el a versenyen. Kovács Levente, neki ez az első nemzetközi versenye volt, amikor külföldre utazott. Ő volt a legkisebb versenyzőnk, 12 éves, nagyon ügyes volt. Ő is második helyen végzett, nagyon sok-sok szép fejrúgása volt neki, neki ez az erőssége. Utána Bak Benjamin, neki már volt nemzetközi versenye, másodjára vittük így ki külföldre. Ő is szépen szerepelt, igazából inkább ilyen bírói döntésekkel tudott előre lépni, és ő harmadik helyen végzett. Varga Balázs, ő már egy régebbi versenyző, sok nemzetközi versenyen volt. Neki nagyon jól mennek a földrevitelek, ezzel sikerült mindig pontot szereznie. Ő is ezüstérmes lett, második helyen végzett. Takács Balázs volt igazából ezen a versenyen a legeredményesebb versenyzőnk. Ő is több nemzetközi versenyen indult már. Na hát ő a fejrugások, a földrevitelek, illetve a harciasságával, az erejével mindenkit letaglózott. Neki volt a legtöbb küzdelme. A legnagyobb vagy olyan súlycsoportban indult, ahol nagyon sokan voltak, ugye, egy pluszba, plusz 50 kilóba, és neki voltak, úgy gondolom, az egyik legerősebb ellenfele is, mert egy japán fiú volt, aki ugye a nagymesternek a favoritja volt, és azt kapta ki a döntőbe. Hát ugye mindenkit megvert, és a japán fiút is sikerült legyőzni egy fejrugással, úgyhogy nagy ováció volt ott a sportcsarnokban, és így ő első helyen végzett, és ő kapta a legharcosabb versenyzőnek járó külön díjat is a versenyen. Mm. És volt még 2 versenyzőnk, akik most nem értek el helyezést, az egyik Béki Szilveszter, ugye egy sérülést szerzett már az első küzdelemben, egy bordasérülést, amivel utána már az orvos nem engedte tovább, mert ugye nem lehetett tudni, most eltört a bordája, vagy nem tört el a bordája, úgyhogy ő már nem versenyezhetett tovább, illetve Csurka Gergő volt még, aki most nem ért el verseny, nem ért el helyezést, ő is nagyon szépen teljesített, egy plusz 60 kilóban indult a 67 kilójával, az ellenfelei 75-86-95 kiló körül voltak, szépen helyt állt, ő is szerzett pontokat, fejrúgással, földrevitelekkel, de sajnos a második küzdelmében ő is megsérült, sőt meg a keze miatt nem engedte tovább az orvos, mert hát már mozgatni sem tudta. Még sok esélye nem lett volna már így a egy kézzel a 95 kilósokkal, úgyhogy ők most így érem nélkül zárták a versenyt, de nagyon szépen helytálltak ők is. Milyen érzés volt végignézni mondjuk a fiad mérkőzését így, hogy megsérül? Igazából én ilyenkor nem úgy nézek rá, mint a fiamra, ugye ő is csak egy versenyző, ugyanúgy, mint a többiek. Annyira volt értem, mint másokért. Hát igen, és ugye ez benne van a pakiba. Ezek azért nem olyan sérülések, amik annyira komolyak lennének. Ott hátráltatja ugyanabba, hogy tovább tudjon küzdeni, mert nyilván, ha még hasonló súlyak lettek volna az ellenfelei, ugye akkor még egy kézzel is tud ellenük küzdeni, de azért 25 kiló plusszal már úgy már nem. Ezért annyira nem aggódunk, mert nyilván nem egy olyan sérülés, egy-két héten belül ezek meggyógyulnak. De gondolom, így lehet azért jobban fejlődni, hogyha egy nagyobb súlyú, esetleg nagyobb tudású ellenféllel sorsolják össze, vagy kerül össze. Hát ez mondjuk nem annyira fel, ez inkább a felkészülésnél jó, ha nagyobbakkal küzd és gyakorol, de itt is a 10 kilóval nehezebbet is földre tudta vinni, meg fejlődni. Nem voltak ők ügyesebbek, csak a súlyuk volt sokkal nagyobb. Lehet
lehetett volna több súlycsoportot is kialakítani, és mondjuk nem a 60 kilónál meghúzni egy 15 éves korosztályba a határt, mert nyilván, hogy ott jóval nagyobbak is vannak, nem mindenki 50 kilós 15 évesen, hanem hát ott van, aki már 90. És itt régenben akkor hány ország, hány sportolója jelent meg? Itt részt vett Észtország, Lettország, Japán, Oroszország, Belorusszia, Dánia, Üzbegisztán és Magyarország versenyzői voltak. Hát, hogy mennyien volt, igazából én egy 150 versenyző körül emlékszem, hogy úgy voltak a különböző korosztályokban és súlycsoportokban. Bár a súlycsoportok nagyon kevéske súlycsoport volt, mert ugye zömében alacsony súlyokat határoztak meg, amiben szinte senki nem került, és mindenki ilyen nehéz súlyba jutott. És hány napot töltöttetek kint, volt esetleg idő városnézésre is? Igen, 4 napot voltunk kint, pénteken érkeztünk és hétfőn jöttünk haza. Pénteken csak ilyen sorsolás, ilyesmi volt, szombaton volt maga a verseny, vasárnap pedig lehetett választani, hogy városnézésre megyünk Rigába, avagy egy akvaparkba, ugye a felecsap... Törött kézzel és bordával? Igen. Igen. És aki nem tudott járni, az az akvaparkba, mert ott elüldögélt a vízbe, mint a Balázsunk is. Tehát 5-en elmentek az akvaparkba, illetve 3-an pedig a városnézést választották. A gyerekek nyilván ugye az akvaparkot nagyon tetszett nekik, mondták, hogy szuper csúszdák voltak, ott jól el voltak, és 3-an pedig elmentünk megnézni a várost. Én is már 4. alkalommal voltam ott, és még sosem láttam a várost, így megnéztük, és hétfőn jöttünk haza. És hogyan zártátok az évet? Volt egy házi verseny is, ha jól tudom. Igen, ez tegnapi napon volt egy házi versenyünk, de nem csak házi verseny, hanem egy házi versenyen egybekötött bíróképzés, és még egy gyermekőbizsga is, ezt így egy nap alatt így letudtuk. Ez a házi verseny jó alkalom volt arra, hogy az új bírókat kipróbáljuk. Ugye szeretnénk új bírókat delegálni majd a következő évi áprilisi nemzetközi bajnokságra, amit mi rendezünk ismét Szigetszent Miklóson, és ugye itt legalább tudtak egy picit gyakorolni a házi versenyét. Még nem probléma, hogyha hibáznak, ki lehet őket javítani, és ennek apropóján csináltuk ezt. Ez egy jó sikerült, ott volt mindenkinek a családja, a gyerekek nagyon örültek, mindenki díjazásban részesült, független attól, ugye, hogy hanyadik helyen végzett. Úgyhogy egy jó hangulatú évzáró esemény volt. De akkor elégedett vagy ezzel az évvel? Igen, én elégedett vagyok ezzel. Mit kívánnál a jövő évre? Hát legalább még egy ilyen sikeres éve. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.